kedvenc mértani formád? Háromszög. Ez volt a jelem az oviban. Mint egy predesztináció, azt hiszem. Kedvenc női építészed? Zaha Hadid, az iraki termékenység istennő. Kedvenc férfi építészed? Jean Nouvel, Arabien de Paris. Férfi típusod? Bátor. Mi az, amit a legjobban utálsz az építészetben? A manírkodást. Kedvenc manírod? A manír. Manír manírja. Legjobban gyűlölt építészeti stílusod? Postmodern. Tévedés volt. Kedvenc ételed? A roston sült krövet. A kis rákocskák. Kedvenc építészeti stílusod? A Bauhaus. Kedvenc ruhadarabod? Egy térben úszó sál, mondjuk. A mai propagandában formákról, színekről, épületekről, városrendezésről lesz szó, gondosan kihagyva a női építészet, illetve férfi építészet fogalmakat, hiszen ZHJ, vagyis Z. Halmári Judit építész nem szereti, ha skatujázzák munkásságát. Elég magasan vagyunk itt. Tűzi játékot innen szoktad nézni? Természetesen, de nem csak én, őrült nagy tömeg volt. Veszem a száraz pezsgőt, hívom a haverokat, meg hát a városból is rengetegen jönnek, hogy bedugul az élet. Azt mondta a lányod, hogy a harmadik nyugágyat ellopták tűzijátékból. Ez így van. Iszonyú jó itt lenni, tehát kevéssé van kedvem már lemenni a városba, mint ugye más helyről, de azt kell, hogy mondjam, hogy valahogy mindig tudom, hogy hol vagyok, mert a lábaink előtt hever. Tehát az, hogy így lebegünk a város felett, most annyira nem látszik a lombok miatt, de télen olyan, mint egy repülőgép leszállópálya. Mert nincsenek levelek, és akkor igen, és akkor szinte mindig itt van a város, mindig jelen van, tehát hogy szürreálisan magasan vagyok, de mindig jelen van. De erdőszélen mindig félek, valahogy annyi ilyen amerikai filmet láttam, hogy mindig látom, amint egy kampós kezű ember jön ki a fa mögül, te nem? Én nem félek, a barátom fél. A férfiak félnek? Bizony. Én nem félek. Először is figyelj, abban a pillanatban, hogy gyereked van, átmész egy ilyen anyatigrisbe, tehát semmi nem, tehát egyszerűen megnő a bátorsági fokod, vagy nem tudom mi, nem már semmi itt, sem. Itt, ha valaki benéz hozzád, azt egyszerűen a palacsintaütővel leütöd és kész. Nem vagyok hajlandó elfogadni ezt az alpári erkölcsöt, tehát ez a gyilkosság, betörés, stb. Tehát egy kicsit úgy protestálok ellene, hogy nem vagyok hajlandó tudomásokon, és nem vagyok hajlandó félni. Elég átlátszó ez a lakás, nem tudunk, hogy minden részletébe be lehet látni. Igen. Képzeld el, hogy ott kell fel a nap a város fölött, és vízszintesen besüt. Úgyhogy képzeld el, hogy a hátsó fal az tiszta vörösben nézik, és a vörösből átmegy a... Tehát gyakorlatilag, hogyha megsüti a hátsó falat, rávetül erre az üvegre, az visszalöki, tehát ilyen több rétegű, végtelen tükröződéseket ad. Fényfüggő addig fényfogyasztó. Igen, igen. Szerintem egy ilyen... Egyrészt valami szabad tér, tehát egyszerűen szükségem van egy ilyen, szóval hogy a szabadság, vagy nem tudom, a szél, vagy a dinamizmushoz is van köze, meg ez a, szóval úgy valahogy megviccelni a saját agyamat. Tehát én lépte nyomon, ahogy járok a városba, én imádok ilyen fényfoltokat találni, vagy egy tükröződést. Személy szerint melyik a kedvenc tükre? Hát én nekem már azt mondhatom, hogy hát én már megszokott minden, mert én itt talán ennyi idő alatt akármi. De én nekem az alatt, mi ott van a régen, az ember magasságát törpére leveszi, és hát aztán van, de volt itten, de hát azt ott valaki belebukott a másik oldalon, volt egy olyan tükör, hogy ha eljött tőle, akkor megfordult lefele fel. Megfordult fejjel lefele, és a kállat vissza, és úgy fordult vissza, de hát aztán állítólag, hogy hirtelen rosszul lehetett a hölgy, aztán belebukott arccal a tükörbe, aztán azóta az nincsen azóta meg. Azt nagy kedvön kedverték, hogy itt így a gyerekek is, felnőttek is. Hány éve is dolgozik itt? 11. éve most. Nem unja még nagyon? Nem. Ezt én megszoktam már. És nem ijedt még meg a tükörképétől itt a tükörteremben? Én még nem.
Nem, nem annyira nem vagyok, hogy hát megijedtem volna semmit. De van, aki megijed? Hát nem, de általában nem, inkább vidámnak, ízébnek veszik, hogy hát milyen változékony, mert minden tükör más-más ábrát ad, mutat, és így élvezetesebbnek találják itten az egész tükörberendezést. És a hölgyek? Azoknak is. Azok élvezik azt, hogy ott van itt egy olyan, ami egész vékony, sovány, főleg az, akik ilyen jó molett testűek, az hú, de jó volna ilyen sovány, ilyen alaknak lenni, meg minden. Hát ugye ez azért mondom, hogy ez különbözik az igények, kinek, melyik vendégnek melyik a tetszetőse. Ez majd egy csillár lesz, csak egy újszerű csillár, tehát ezt rézlemezből vágták ki, egy nagyon kedves Simon nevű francia tanítványomtól kaptam. Egyébként, hogyha rávetül a nap, akkor csillagok milliárdjai keletkeznek. Egyébként az indiai építészetbe éltek ilyen trükkökkel. Innen jött az ötlet, hogy itt zúgogjon le a víz, hogy itt vannak a fürdőszobák? Igen. Szó szerint függőlegesen mászkálnak a falba, ugye a vezetékekben, és ugye jó építés szokás szerint próbáltam így betenni a kádat, próbáltam úgy betenni a kádat, és egyszerűen nem fér be. Azt nincs tudtam, is kád, várjál. Igen. Na de egyszer csak rájöttem, hogy maga a tér kád méretű, hát mondjuk duplex, és fogtam, és ezt az, mint egy ilyen szalagot beborítottam kerámiával, és ez a lesülyeztett gödör egy két személyes gödörház. Meg van világítva a víz, és hát csodálatosan a hullámzó víznek a vonalai kiközöznek és vibrálnak a falakon. Végül is egy építésznek a lakása az a legfontosabb referencia munkája? Nem annak tekintettem, hanem szóval biztos voltam benne, hogy hosszú viszontlanságok után nekem nem mindegy, hogy hol élek, hogy milyen térben. És persze egy kicsit furcsa, hogy ugye négyen élünk itt, két gyerek, meg a barátom, és egy térben élünk, de mégis az volt, hogy annyira keveset látjuk egymást, de ez a burok, vagy ez a tér, itt legyünk minél inkább összekapaszkodva, de az egy egyszerűen egy jó életérzést adjon. Most persze kérdezhetnéd, hogy a gyerekeknél ez hogy jön le, vegyesen, mert néha a saját kis vackukat szeretnék, de ugyanakkor látom rajtuk, hogy nem viselnek el már más lakást, ilyen sztereotíp válaszfalakkal leválasztott lakásokat. Jól főz? Szerintem igen. És minden nap főzöl a gyerekeknek? Nem, egyáltalán nem. Szóval pont az a lényeg, hogy abszolút nem úgy fogom fel, mint egy ilyen házi asszonyi kötelező nem tanult, hanem ugyanolyan fantasztikus ilyen kreatív alkotásnak tekintem, mint mondjuk tervezni, vagy egyéb munkát csinálni. Az építészet egy rendkívül egoista műfaj, hasonlóan a filmművészethez is. Aki nem bírja egóval, és nem bírja a szándékainak, elgondolásainak, vagy az akaratának, nem tud ennek érvényt szerezni, az elvész, ez feloldódik ebben a közegben. Van olyan filmrendező, akinek a stábja csinálja meg a filmet, és az olyan is lesz, egy kicsit erőtlen lesz. Lehet, hogy a történet becsülettelen lesz mondva, de a gondolat, a mondani való az meghal benne. Az épülettel hasonló a helyzet. Tehát van, ahol ha valaki nem tudja egészen pontosan részletekben menően, hogy mit akar, és ezt nem is nagyon tudja érvényesíteni, akkor helyette fogják megcsinálni mondjuk a kivitelező az épületet. Tehát azt gondolom, hogy nagy mértékben ezen múlik, nagyon nagy akaraterőkkel. És azt hiszem, hogy azért is van az, hogy aki nagy építész, mondjuk gondoljunk Gaudira, iszonyatos akaratú ember, gondoljunk a Makovecre, nagyon nagy akaratú ember, sokszor racionális, értelmes szempontokkal szemben tudják érvényesíteni az akaratukat, hát mondjuk a Sagrada Familia racionálisan nem nagyon magyarázható mű például.
Éppen az a fantasztikum, hogy egy tökéletesen irracionális valami létezik, és ez nagy alkotói akarat nélkül nem lehetne. Gaudiban az volt a fantasztikus, hogy ő egy egész társadalmat tudott maga mögé állítani, a katalán népet, úgy tetszik, és el tudta hitetni velük azt, hogy az a dolog, amit ő akar, az nekik kell. Őket, az ő hangjukat hallatja mondjuk ebben a dologban. És ezért van az, hogy egy-két nagy építész az, hát mondom, nagy akaratú ember, és ezt tudja érvényesíteni. Meg sem merem kérdezni, hogy ki tervezte ezt a konyhát, mert biztos, hogy te. De? Igen. Érdekes ez a mosdót, hát nekem tudod, mi jutott erről eszembe először? A hullamosók. Egyébként, bocsánat, pík konyhának neveztem el, mert pont 3,14 a hossza, ugye? És azért, szóval ez egy pík konyha, ugye így mindenki rájó, hogy didaktikusan, lábakon állt egy bazi nagy pí. Kipróbálhatom ezt az zuhanyt? Ez nagyon izgat engem. És tartom, hogy jól, akkor teszem el. Minden magyar asszonynak egy ilyen zuhanyt. Lányod, az kész, elmerül már a vihogásba. Na, azért nem, hát a szégyelled nem titkol, én csak egy idén. Mindig azt mondja. De néha igen, de néha nem. Állandóan beleszól, ami az iskolában van, és bárki bármit mond, megyek az igazgatóhoz megbeszélni, és csak azt szoktam mondani, hogy ki lesz az iskolában, ha még egyszer megtörténik. Szeretnéd, hogy ők is építészek legyenek? Nem. Nincs? Nem. Nem, sőt, azt élvezem, hogy nálunk mindenki mérnök volt a családban, és a Lilo meg abszolút humán beállítottságú, és az csodálatos. Szóval élvezem bennük. Maci meg ilyen kis, jó kis józanú, igen, olyan kis tutos, de inkább ilyen polihisztor szerintem. Ez most kié? Bob Leves, jó étvágyat kívánok! Köszönjük! Milyen külön órák? Hát zongorára mindketten, a két unokatestvérrel, én táncra, és megúszni, a Marci meg karatézik. Semmi vizuális művészet ilyen mamával? Nem, erről hát tetted, hogy... cipelem őket. Kiállítás. Cipelem. Köszönjük szépen. Megkérdeztem az egyiket elvenni tőled. Köszönöm, megkérdeztem tőled valamit? Igen, parancsolom. Hogy modellkedést nem válasz? Mert a hölgy nagyon szeretne egyszer. Már beszéltünk róla. Te már mondtad neki? Igen, igen. Már beszéltük róla. Igazából mondom, na, sok rendelés, hogy muszáj el. Igen, vagy nem? Én mondtam, hogy igen. Jó, jó. Oké. Na, megvan, látod? Igen. De nem, miért akartad őt felkérni egy fotózásra? Úgy, mintha egy Gucci vagy Versace ilyen défiléről szavajtották volna Párizsból. Úgyhogy mikor megláttam a srácot, akkor azóta... Hát megjelent egy fotó előtted? Persze. Láttad egy albumban? Nem, hát látom benne a lehetőséget. Hát, és a másik, hogy ugye azóta meg nem bírom elviselni, hogy itt kallódjon, vagy nem tudom, idézőjelben. E szereti a munkáját, ez látszik rajta. Nagyon fürge és nagyon jó pincér, úgyhogy nem kallódik. Igen. Jó, oké, bocsánat. Csak közben oda álmodtam. Dózsa György, ez a Városligeti fasor, ez a Király utca folytatása, és egyébként régen itt volt a Városligetben járása. Ja, ott integetett a Kádár Igen. János, és hát, itt voltak a mesterlövészek, nem, hogyha valaki valami rosszat csinál. Szóval minden nap ide jársz dolgozni? Igen, sőt, majd mutatok egy helyet. Ez egy kellemes munkahely. Ez a kiejthetetlen nevű, mondjuk Éjjel Budapest, ez az Erik van Egeret, holland világhírű építésznek a budapesti irodája.
Ugye ez egy gyönyörű terasz. És ti terveztétek ezeket a belső tereket? Igen. Ez például, hogy itt van bambusz. Ez egy gőzölt és préselt bambusz, és alatt egy pálmahancs van. Nagyon könnyen koszolódik, ez gyönyörű. Hát, ez igen. Maga az iroda? Ez maga az iroda. Szép nagy iroda. És egy érdekes anyag. De ez micsoda? Ez ilyen rugózó. Ez egy hűtőfüggöny, egy ja, ez az, ami az áruházakban is lóg, ahová bemennek a targoncák? Igen. Úgyhogy mi ezt megvizsgáltuk, mivel tűzálló, meg megfelel, és kopásálló. Azt akartuk, hogy ezek a tükröződések megint csak itt kijöjjenek. Tehát, hogy ez a tér viszonylag alacsony belmagasságú, ebből így megnyújtod, megduplázod. És a tárgyak olyan, mintha így nyílgál lebegnének, vagy vizen. És hát bizony, mi már áteveztünk egy kicsit a társművészetekre, tehát filmeket készítünk, 30 másodpercet, 5 percet, háromdimenziós, ilyen virtuális utazásba visszük el a vevőket, és többek között mondjuk ilyen szerint kis ajándékokkal lepte meg az orosz befektetőket, hogy tulajdonképpen a makettjét egy majdani ilyen álomnak megkapják. Tehát ez hol épül meg? Ez Moszkva, úgynevezett Moszkva City Center készül, egy ilyen új Chicago-Moszkva kellős közepén, egyébként a Krasznaja Plosagy mellett, így a kis szomszédságában, tehát a Moszkva folyó túloldalán. És egyébként ez még egy szerény darab a maga 240 méterével, mert ilyen, hát túl akarják szárnyalni a világot, mint mindig. Ez egy nagyon különleges ilyen héjszerkezet lesz, tehát egy ilyen spirálszerű, mint a múmiák. És ez betonból, vagy miből lehet megcsinálni? Betonból, és az lesz a lényege, mint a Firenzei dómnak, hogy az erők a mint egy sálon jönnek le. Az milyen minimum, szépen csilló, vagy ez? Megbontja a fényt. Már nem elegendők ezek a hagyományos anyagok, tehát használunk mi téglát, követ, ezt látod Nagy Kovácsik, ott van egy gyönyörű kődarab. Ez milyen kő? Ez egy travertén, ez egyébként egy magyar kő gyönyörűen, tehát a megmunkálástól függ, hogy mit mutat, mondjuk ez egy matt felület, egy csillogó, ugye ebben is lehet bűvészkedni. De... Azért kezdenek el vonaglani a térbe a vonalak, mert én valahogy úgy érzem, hogy ugyanúgy ki kell tudnunk fejezni, tehát alakítani kell a tereinket az életünkhöz. Díszítésekkel, szerkezetekkel, 3-4 folderrel, réteggel dolgozunk, és akkor ezek együttes látása ad egy olyan gazdagságot, mint akár mondjuk egy barokk templom belseje. Ez a fény dolog meg a tükör, ez tulajdonképpen azon alapszik, hogy ma már tudjuk tervezni a házat a napútra. Tehát, hogy Csontvári a naputat festette, és ahogy mozogsz, van, ahol a hátad mögött lévő tükörképét látod, van, ahol direktbe átlátsz, és van, ahol mondjuk egy felhőképét igaziból is látod, de egy tükörszemcsébe a tükörképét is. Tehát, mint egy Monet kép, ilyen pixelekre, vagy ilyen, mint egy pointillista festmény olyan lesz az ég. Tehát tulajdonképpen a valóságot látod egy picit vizuálisan torzítva. Ugye a 4-5 éve ismertem fel, hogy annyira jó őszintének lenni. Most mindegy, lehet, hogy ez az új életem, vagy az, meg a, ez a szeretet, szerelem, vagy barátság az, ami egy picit ráébresztett arra, hogy annyival jobb inkább, mit tudom én megpróbálni nemet mondani, vagy ha nem értek egyet, akkor rögtön megmondani. Ezt még a munkáimban is fel lehet lenni, hogy előtte egy olyan 3-4 évig volt egy ilyen, már majdnem egy ilyen rutinszerű alkotás. Tehát már egy kicsit ilyen, amit mondtam, hogy a manierizmus. Tehát, hogy amikor már tudtam annyit, meg ugye a Virág Csabától, a mesteremtől, vagy professzoromtól tanultam annyit, hogy már rutinból jöttek a dolgok. De tulajdonképpen volt egy ilyen elfásulás. Az építés, a konstrukció valami olyasmi, ami kifejez valamit egy kisgyerekről, a saját világából, a gyermeki világából. És természetesen ahogy érik egy gyerek, ahogy nől, egyre inkább változik ennek a módja, hogy hogyan épít, hogy hogyan konstruál. Kisbabától ezt nem várjuk még, de hogyha ezen kell gondolkodnom, hogy egy csecsemő hogyan épít, vagy mit épít, akkor ő is épít, ő kapcsolatokat épít. És alapvető szinten a szüleivel építi ezt a kapcsolatot már a megszületése utáni napoktól kezdve. És hát az építés ilyen nagyon szárazan, nagyon tudományosan úgy is felfogható, mint egy agyi funkció. Tehát ahogyan érik egy kisgyerek idegrendszere,
úgy lesz egyre inkább képes arra, hogy, hogy valódi külső tárgyi építményeket hozzon létre, klasszikusan kockából, homokból, aztán később gyurmából, és kezdjen el rajzolni. Mik az első anyagok, amikhez a gyerekek nyúlnak? Legelőször alakításra, hát így a homok, az egy ilyen nagyon klasszikus, meg jól bevett anyag, meg könnyen alakítható anyag. Hogyha egy kisgyereket így kiengednek már mondjuk, amikor elkezd, tehát egy éves kora körül, amikor elkezd aktívan mozogni, belengedik a homokba, akkor ő már tud ezzel mit kezdeni, ezzel az anyaggal. De hogyha, miket csinálnak? Hát legegyszerűbben mit csinálnak? Csinálnak egy üreget, mondjuk beleülnek, és akkor ez a új világ, amit ő változtatott meg. Tehát ezzel indul minden, egy ilyen lukkal. És aztán ebből lesz, ez emelkedik ki a későbbiekben ilyen igazán gyönyörű homokvárakká. Ehhez az ügyességüknek is fejlődni kell. Tehát nem csak a világról való tudásuknak, nem csak a képzeteiknek, ami belül van, tehát ezeknek a képeknek, amit hordoznak arról, hogy mit szeretnének ők csinálni, tehát a fantázia magyarán, hanem hát a kezüknek is ügyesedniük kell, meg egyáltalán a mozgásuknak összerendezettebbé válni. Készen vagyunk, de miért ne ilyet? Szonya, ezt nézd meg! Szonya! Jaj, de szép! És házakat építenek? Tehát lakóhelyeket? Hát ez nagyon izgalmas. A házakat, a gyerkőcök leginkább nem is kockából, hanem tudod, ilyen ágakból, gajakból, rongyokból, ilyenekből építik. Ennek mondjuk olyan 6-7 éves korban jön el az igazi szezonja, amikor ilyen kuckóépítés van. Kinn a kertben, vagy akár benne a lakásban, a fotelok háta mögött, a gyerekek építenek maguknak saját lakást, és akkor abba hordanak saját tárgyakat, és nagyon-nagyon jól tudják itt érezni magukat. Építőkockából én inkább azt látom, hogy ilyen, hát amilyen ebben a világban ugye egyik legfontosabb garázs. Nagyon sok garázs van a kockákból, és ilyet hallottam legutóbb egy kisgyerektől, hogy bázist épít. És akkor a bázisban mindenféle megjelent. Én azt gondolom, hogy leképezik ezt a világot, amiben élnek, de megpróbálják létrehozni maguk körül ilyen játékos formában. És amiatt, hogy én tulajdonképpen mindenféle értelemben felszabadultam. Tehát egy őrült szép és nagyon erős korszakom kezdődött. Tehát egyrészt a rengeteg dolog sikerült, volt ez a érzelmi, nem tudom, történés. Annyival erősebb, tehát pont avval az időszakkal jött össze, amikor megint szabad voltam. Ugyan egyedül nevelem a gyerekeimet, de ők ott voltak nekem. És akkor ilyen bivaly erősnek éreztem magam, tanárkodom is. Ez egy fantasztikus dolog, majdnem nem garanciája a frissességnek, mert egy olyan állandó, ilyen agyi, ilyen bujomba van az ember. Tehát, hogy állandóan a másiktól kap, tehát úgy tudok segíteni a diákoknak, hogy ők önmagukat kell, hogy megvalósítsák, de nekem mindig ilyen, tehát az ő gondolat keretén belül impulzusokat kell adnom. Ez az extrém agytorna, ez aztán hasznosul a munkámban, tehát egy gyorsaságot, meg egy frissességet biztosít. És és tulajdonképpen az érzelem mellett felfedeztem én például új irányokat. Egy elég furcsa ezt kimondani, de egy ilyen etikusabb építészetet. A fiataloktól? Igen, tehát nem feltétlenül egy személyhez, bár leginkább tőle, de... Ez egy olyan korszak volt, hogy valahogy megint energiát gyűjtöttem, hogy nyitottabb legyek. Elkezdtem habzsolni megint, hogy mi történik a nagyvilágban. Az ember nem adhatja alába a kulturális igényeit, vagy az, hogy pontosan tudja, hogy mi zajlik mellette a festészetben, egyáltalán képzőművészetben, filmművészetben, zenében, színházban. És mert egyszerűen, mondom, korábban egy ilyen nagyon erős, ilyen bezárókozáson, vagy kicsit ilyen begyepesedésen mentem át szerintem.
is észrevettem, hogy minél érettebb egy nő, tehát ahogy telnek mondnak, azért ők másképp éri meg ez a szerelmet is. És például amit kérdez, hogy mennyire vagyok határozott, vagy mennyire próbálom rányomni a döntéseimet másokra, vagy az akaratomat, éppen ez tanított meg, hogy sokkal nagyobb szabadságfokot kell adni egy párkapcsolatban és a másiknak. Tehát egyszerűen úgy élvezni, hogy van, és nem nyomulni, és tulajdonképpen annak is örülni, hogy egyáltalán létezik, vagy van, vagy átéli az ember ezt. Ugyanakkor annál extrémebb lelkiállapotba kerül. Szóval az is gyönyörű volt. És aztán, ahogy beérünk az alagútba, az mindig lenyűgöz, hogy néhány teljesen profán fény, tehát az autók fénylámpája vagy a reflektorai mit művelnek a falakon. Ugyanis ez egy ilyen, kicsit ilyen nedvedző mozaiknak tűnő, vagy egy ilyen csillagó mozaik felület, egy változó magasság.